Folyamatosan dolgozott ez a speciális markoló január elején a Tiszán vásárosnaménynál. Az új évben szinte azonnal munkába kellett állítani a Felső-Tiszavidéki vízügyigazgatóság gépláncát, de már karácsony után is folyamatosan tisztítani kellett a vízfelületét. A két ünnep közötti esőzés és az azt követő felmelegedés miatt egy jelentősebb árhullám érkezett Ukrajna felől, ami miatt újra több tonnányi hulladékot hozott magával a folyó. Első öt napban, tehát a karácsony és új év közötti időszakban 740 köbmétert meghaladó húszadék érkezett. A mostani második nap óta tartó időszakban egyelőre olyan 100 köbméter környéken. Január közepén már a szálas takarmányt is önállóan ette ez a kisbölény, pedig csak néhány hete született. A még anyatejjel is táplálkozó borjú később csak fűféléket, látszálúakat, fakérget és mohát evett. A téli időjárás nem ismeretlen a bölények számára, ilyenkor gyakran a hó evésével fedezik a folyadék szükségletüket. A kicsi születése nagy örömet okozott a park dolgozóinak is, hiszen a természetben majdnem teljesen kipusztult a faj. Nagyon nagy szívünk csücske zoológiai szempontból is, hiszen egy olyan fajról van szó, mely a természetben már kipusztult. Azt hangsúlyozom mindenképpen, hogy a természetben, mert 1919-ben az utolsó egyedet sajnos egy vadorzó kiirtotta, viszont 1923-ban megalakult az Európai Bölényvédelmi Társaság, és elkezdte összeszedni a fogságban tartott európai bölényeket, elkezdte őket tenyészteni, majd visszatelepítette őket a szabad természetbe. Ez annyira hathatósan sikeredett, hogy a nulla egyet számból tulajdonképpen 6000 egyed él most már az eredeti élőhelyén az állatoknak. Dolgoztak a gépek januárban a Gametech Kft. Területén napkoron. A vállalat üzemeiben nagyméretű speciális acélszerkezeteket, többek között hidak, daruk és más emelőeszközök elemeit, építőipari óriás alkatrészeket, illetve egyedileg forgácsolt gépegységeket állítanak elő. A cég vezetője arról beszélt az új csarnokavató ünnepségén, hogy az elmúlt évek fejlesztéseinek köszönhetően mára már Kelet-Magyarország legdinamikusabban fejlődő és legnagyobb ilyen jellegű magánvállalkozásává váltak. Itt napkorom 130 ezer négyzetméter iparterületem, közel 15 ezer négyzetméter daruzott iparterületem, iparcsarnokban, 2000 négyzetméter daruzott alapanyagraktárral rendelkezünk, és itt készülnek a világszínvonalú termékek. Maximális emelési kapacitásunk jelenleg 120 tonna, azonban hamarosan ez 150 tonnára fog bővülni. Extrém méretű acélszerkezeteket gyártunk, és kiemelt minőséget állítunk elő. Szokatlan látvány fogadta a nyíregyházi bújtosító látogatóit január 19-én délelőtt. A vízből integető férfi a nyíregyházi tűzoltóság helyettes parancsnoka, aki nem sokkal azelőtt speciális búvár öltözetben közelítette meg a befagyott tavat, amelyet előbb szándékosan meglékelt, majd beleugrott. Az Ibrányi és Újfehértói önkormányzati tűzoltók, a nyíregyházi speciális mentők és a nyíregyházi speciális tűzoltók a helyszínen azonnal megkezdték a mentési gyakorlatot. A tűzoltóságnak mindig 2 perc a reagálási idő, tehát 2 perc alatt meg kell kezdeni a vonulást. Az nagyon belefér itt nyilván a bújtosító vagy a sóstolító nyíregyháza és térségébe, hogy 10 percen belül ki fogunk érkezni a helyszínre. Ilyenkor a jelzés a legfontosabb, amit látunk, és ezt rögtön a segélyhívó számon jelezni a 112-t. A mentés megkezdése saját erőből, civileknek, tapasztalattal nem rendelkezőknek, akkor lehet életszerű, hogyha van rá lehetőség, hogy közel van a parthoz, és rövid időn belül tudunk segítséget nyújtani, de azt javaslom, hogyha nem rendelkezünk speciális végzettséggel, vagy speciális eszközzel, kötélbiztosítás, mentőbord, ahogy fogjuk látni, amellyel erőjük, akkor nem javaslom megkezdeni a mentést. Orgona hangjaira vonultak be január 23-án a vasárnapi istentisztelet elején Szatmárcsekén. Arra emlékeztek, hogy Kölcsey Ferenc, a település szülötte, éppen 199 évvel ezelőtt, 1823. január 22-én fejezte be a himnuszt. Tiba Zsolt református lelkész arról beszélt, hogy Kölcsey koporsóján is az a kérés állt, hogy ne felejtsék el őt soha. Kölcseit túlságosan hamar eltemették halála után. Alig voltak a temetésnél. És ugye visszanézzük a
A képeket mondjuk Kossuth Lajos temetésével kapcsolatban látjuk, hogy Nemzeti Múzeum lépcsőire egy tűt nem lehetett leejteni, annyi koszorú volt. Kölcseinél sokkal szerényebb volt ez a búcsúztatás. A legközelebbi barátai sem tudtak eljönni. És amikor vitték ezt a nagyon egyszerű koporsót, két mondat volt ráírva. Az egyik oldalára az volt írva, hogy Béke Poraira. És a másik mondat ezt nagyon megdöbbentő, mert azt volt ráírva a másik oldalára, amikor nagyon egyszerű koporsónak, hogy el ne felejtsetek. És mi most azért jöttünk, mert mi nem tudnánk elfelejteni. Mi nem tehetjük, ahogy a latin mondja, non possumus. Mi nem tehetjük. És amikor évről évre, már az elmúlt esztendőben, nem ilyen nagy nyilvánosságban, de mégis megkoszoroztuk az ő síremlékét, akkor nagyon jól tudjuk azt, hogy ebben a csöndes, csekély magányban megszületett egy olyan imádság, amelyből mi azóta is élünk, amely ma is el fog hangozni, amely nélkül nem tudunk élni, mert ez adja a gerincünket, ez adja a tartásunkat, ez adja a szívünket, ez adja a lelkünket. Volt miből válogatni a játékok között a kisali gyermekeknek a község új bölcsődéjében. Bár januárban csak egy csoportot indítottak el az új intézményben, az épület akár három csoport befogadására is alkalmas. 2019-ben kezdődtek meg az építkezések a szatmári településen, és bár a koronavírus megnehezítette a munkálatokat, az átadóra minden a helyére került a Makovec stílust is felvonultató épületben. Nem mondom, hogy könnyű feladat volt, hiszen a világjárvány nem könnyítette meg itt sem a dolgunkat. De erőfeszítésünk nem volt hiába való. Véleményem szerint egy gyönyörű 21. század követelményeinek megfelelő bölcsödét sikerült megalkotnunk. A beruházással új munkahelyeket is teremtett a képviselőtestület. Tudom, hogy a 21. századi körülmények mellett a legfontosabb, hogy az itt dolgozók megadják a gyermekeknek azt az érzelmi és fizikai biztonságot, mely nélkülözhetetlen ahhoz, hogy jól érezzék magunkat intézményünkben. A Bóbita bölcsőde, ahol kezdetben három helyi gondozónő kezdte meg a munkát, 244 millió forintból épült fel, amihez a kormány több mint 230 millió forintos támogatást biztosított.